Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Greencut és Do It Yourself, és ma a popszeges húzásról fogunk egy kicsit bővebben beszélgetni. Mi is ez? Mire használjuk? Mivel csináljuk? Mire jó? Meg minden ilyesmi. Igen, minden, amit tudni lehet a popszeges húzóról, teljesség igénye nélkül, de mégis azért egy amatőr felhasználónak ez nagyon fontos. Mi a kézi popszeges húzókról beszélünk, hát biztos, hogy van ebből elektromos és pneumatikus verzió is, de hát azért egy otthoni felhasználónak szerintem egy ilyen pár ezer forintért beszerezhető készülék pontosan elegendő, és ezzel legtöbb esetben fémeket, vagy esetleg vékonyabb fa lapokat fogatunk egymáshoz. Ha már puhább anyagokat fogatunk, akkor nyilván gondoskodni kell a túloldalon, nehogy belehúzza a popszegecset, de maradjunk a fémeknél. Hát tulajdonképpen lemezeket tudunk egymáshoz fogni, vagy valami hasonló. Így van, és az a popszeges vastagságától függ, vagy hosszúságától, bocsánat, hogy milyen vastag anyagokat tudunk végül is egymáshoz rögzíteni vele. Nagyon hasonlít ez egy csavarkötéshez, csak ez nem oldható, csak fúróval. Tehát ez egy ilyen oldhatatlan kötés, valamelyest stabil és hosszú távon kell, hogy kitartson. Akkor rátérve a szerszámokra, kétfajta popszeges húzónk van nekünk, az egyik ez a legegyszerűbb verzió, a másik már egy kicsit bonyolultabb, ám de még mindig nem egy drága példány. Tulajdonképpen mind a kettőben cserélhető a fej, tehát ez fontos lesz majd később, amikor a húzásra térünk, hogy akkor mekkora popszegecset választottunk, és ugye ahhoz milyen fej kell, tehát ezeknél mind a kettőnél cserélhető a fej, illetve ugye a legfontosabb része a popszegecselésnek a maga a popszegecs. Ugye ezekből több méretű kapható, lehet nagyon vékony, nagyobb, vastagabb, hosszabb, rövidebb, szélesebb, tehát itt rengetegféle lehetőség van, nyilvánvalóan a saját munkánkhoz megfelelőt kell kiválasszuk. Ugye itt a közeli képen láthatjátok is, hogy van azért ebben kisebb, nagyobb, hosszabb. Igen, és ugye hát különböző fejek találhatók itt tartalékba, a nyelébe becsavarozva, és hát gondolhatjuk, hogy van valami különbség közöttük. Elsőként ugye nézzünk egy popszegecset, amelynek vékony a szára, ez általában a legvékonyabb fejbe illik bele, vagy talán még aztán van ettől vékonyabb is, de nagyjából alsó méretű fejben, és ez szépen beleillik, tehát nem lötyög benne, nagyon szépen passzol. Gondolhatnánk, hogy a legnagyobb méretűt becsavarozzuk helyette, és soha az életben nem kell a fejeket cserélgetni, de ez így nem igaz. Most látunk egy vastagabbat, amelyik ugye már ide nem megy be, de a másik vastagabb fejbe bemegy, és ha kicseréljük, akkor őt tudja elhúzni. De miért nem tehetjük azt, hogy a vastagabb van benne, és a vékonyabb szegecseket húzgáljuk vele, mert a vékonyabb szegecs szárat már ilyenkor nem szorítja meg a pofája, ami belül található, és nem tudod elhúzni, mert egyszerűen a készülék alkalmatlanná válik rá egy ilyen egyszerű fejcserétől. Csak a vastagabb szárra átáll, tehát távolabb lesznek egymástól a szorító pofák, és ezért minden egyes alkalommal, ha váltjuk a szegecset, akkor váltani kell a fejet. Nos, ezen egyébként más sem tudunk állítani, ezt nagyjából kézzel húzzuk. Nem gondoltak itt nagyon vastag szegecsekre, mert ezt azért kézzel nem lehet elhúzni. Ő a legegyszerűbb és legolcsóbb készülék, tehát ő a vastagságon kívül semmit nem állíthatunk. Van a következő verzió, amelyik már két kézzel kell, hogy nyomjuk, ez nyilvánvalóan azért, hogy a nagyobb szegecseket, ami látható is a videón, erővel kell azért nyomni, és ott azért nem árt, hogyha két karos ez a készülék, és nagyobbat tud húzni, de itt nem csak fejet tudunk cserélni, az oldalsó fejeket egyre nagyobbra, hanem tudunk állítani a fej mélységén is. Ami annyit változtat a dolgokon, hogy egy húzásra mekkorát ránt ő magán a szegecsen. Így tudunk erőt adni a munkánknak, és nem őrült erővel kell összefele nyomni, hanem inkább kisebbre vesszük a húzását, ami azt jelenti, hogy apróbb lépésekben, de sokkal lendületes, vagy sokkal nagyobb szegecset is el tudunk vele húzni. Igen, hát hogyha ugye úgy van beállítva, hogy jó nagyot húzunk, akkor esetleg akár egy kisebb popszegecset egyből el is törhetünk. Tehát, hogy érdemes ezt úgy beállítani, hogy magához a szegecsünkhöz. Igen, tehát a kisebb szegecs esetében egy húzásra szinte el tudjuk tépni, a nagyobb szegecseket biztos, hogy nem tudjuk, hiszen olyan vastag szára van neki, ez azt gondolom jól látható a másikhoz képest, hogy az a csoda, hogy egyáltalán a készülék el tudja tépni. De ez azért a kötés erősségét is befolyásolja, hiszen nagyobb anyagokhoz, nagyobb igénybevételhez, nagyobb szegecset kell, hogy válasszunk. Hogyan állunk neki a popszegecselés folyamatának? Mi az első lépés? Az első lépés a megfelelő lyuk elkészítése, ami a popszegecs megmérésével kezdődik. Ha csak nem pont méretre vásároltuk, akkor ekkora
hozzáillő lyukakat kell fúrnunk. Ami jelen esetben itt 4-es, a másiknál pedig 5-ös méretű. Mi ezt ebbe az alumínium darabba helyeztük el, és innentől kezdve lehet összeszegecselni. Nyilván, ha 2 darab lemezt fogatunk össze, akkor mind a 2-t szépen kifúrjuk, összepászítjuk és összehúzatjuk a szegecsekkel. Na de onnantól kezdve, amikor már megvan a méretazonos lyuk, akkor nincs nagy probléma. Nagyobbat ne csináljunk, mert hiába húzzuk el a szegecset, ki fog potyogni, és nem tart úgy, mint kellene. Igen, tehát tulajdonképpen egy tolómérővel lemérjük a szegecsünket, keresünk egy hozzávaló fúrófejet, kifúrjuk a lemezt. Ha 2-t fogadunk össze, akkor természetesen mind a 2-t. Alapvetően ugye ennek van az értelme. Nem annak, amit most mi csináltunk, de mi a látványosság kedvéért szerettük volna ezt nektek megmutatni. A lényeg az, hogy kifúrjuk mind a 2-t, és akkor tulajdonképpen utána mehet bele a szegecs, és már húzhatjuk is el, és onnantól kezdve meg is van a kötésünk. Hogyan tudjuk ezt esetleg bontani, mert ugye lehetséges, nem könnyű, károsodást is okoz, de hogyan lehet? Hát, ha ügyesek vagyunk, akkor minden gond nélkül kivehetjük ugyanazzal a fúró mérettel, mint amivel előfúrtunk neki. Tehát a 4-eshez 4-es fúró, 5-öshez 5-ös fúró, és ezzel őt a helyszínről nagyon szépen lehet likvidálni, hiszen abban a pillanatban, ahogy a tányérját átérte a fúró, ő rögtön kiesik. Uh-huh. Tehát a közepét tulajdonképpen meg kell fúrni. Nagyjából ez az, amit el lehet mondani a popszegecs húzásról. Nem egy bonyolult szerszám, viszont megkönnyítheti az életünket, hogyha van egy ilyen. Igen, nagyon sok rétűen használható, nagyon sok feladathoz hasznos, hiszen egy olyan fix kötést csinál, amit azért vannak dolgok, amit nem tudunk heggeszteni, sőt kapható olyan popszegecs, amelyeket kimondott a hajókhoz gyártják, hogy ne engedje be a vizet. És nem utolsó sorban egyébként nem is csúnya a ott maradt lyuk, vagy az ott maradt ugye kalapkája, és akár egy szegő feltételénél, mondjuk a kutyaháznál használtuk például, jól mutat, tehát tulajdonképpen nem kell eltakarjunk egy csavarjukat, hanem hogy egy popszegecset belehúzunk, és már is látványosabb a dolog, nem lesz csúnya a végére. Igen, hát a bádogos munkáknál, ahol nem akarunk forrasztani, hiszen a színes lemezeket egyébként nem is nagyon lehet, oda tökéletes, mert nem látványos, van belőle színazonos is, és a lemez munkához nagyon jól használható. Így van, úgyhogy ennyi volt mára, ezt szerettük volna nektek mutatni. Ha bármi kérdésetek van a popszegecs húzással kapcsolatban, akkor ezt nyugodtan tegyétek föl, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!